Köszöntöm nézőinket! Önök a D+ TV heti hír összefoglalóját látják a hét legfontosabb eseményeivel. A Pentelen Nyugdíjas Klub tagjai hétfőn délután hivatalosan is birtokba vették a felújított Magyarúti Klub helyiséget. A hosszú hónapok szünete után újra a jókedvé, a beszélgetések és a találkozásoké volt a főszerep. A Pentelen Nyugdíjas Klub tagjai rég nem látták egymást. Hosszú hónapokkal ezelőtt rendezték meg találkozójukat, ugyanis június végén megkezdődött a klubház felújítása. A helységet összesen 7 egyesület használja rendszeresen, amelyből a László Imre Nóta Klub már megtartotta estjét. A Pentelen Nyugdíjas Klub tagjai pedig hétfőn vették birtokba jól megszokott terepüket. Az eredménnyel rendkívül elégedettek. Tetszik, és egyre szebb, egyre jobban még foglalkoznak vele, kaptunk most új székeket, egyebet, tehát még mindig van valami újdonság, amit kapunk, aminek nagyon-nagyon örülünk. Tehát nagyon tetszik, és köszönetet mondok itt mindenkinek, akinek ebbe köze volt, vagy segített, hogy ilyen szépé tették ezt a klubházat. Nagyon sokba került, de megígérem, hogy nagyon-nagyon fogunk rá vigyázni, mert boldogságot okozott nekünk. Na végre, 91 óta itt vagyok, hogy egy ilyen szép terembe tudok belépni. Szerintem mindenki örül neki, ahogy most látható. Sokkal többen jöttünk össze, mint általában az év végén már voltunk. Ahhoz képest most sokkal többen jöttünk, és mindenki boldog, mindenki örül. Nagyon szép, nagyon világos, kultúrált, és az, hogy székeket is ma kaptunk. Tehát voltak csúnya padjaink, nagyon nehezen vittük ki őket, nagyon nehezen hoztuk vissza, utána megkaptuk a székeket. Akkor megint, és akkor de rendben van minden, bepakoltunk, ajándékot kaptunk, hogy a Propentele díjasokat, nagyon szép az is, meg hát majd reméljük, hogy a képeket is vissza tudjuk pakolni, csak hát szeretnénk azt is rendszerezni, hogy ne össze-vissza pakoljuk, hanem szépen olyan kulturáltan, mint amilyen az épületünk. Nekem nagyon tetszik, nagyon kulturált hely, ettől a kőtől egy kicsit tartok, hogyha nem táncolunk, fog fázni a lábunk, de amúgy tökéletes minden. Nagyon örülünk, már régóta kellett, hogy legyen ilyen. És akkor tényleg örülünk, hogy tiszta, meg zárató, kulturált körülmények. Igaz, hogy még így is kicsi, de nagyon szép, és akkor egyre szebb lesz. A tagok elmondták, klubuk olyan, akár egy nagy család. Jól érzik magukat egymás társaságában, és többségük már alig várta, hogy újra nyissa kapuit a ház. Nagyon jó, úgy jönnek befelé, hogy jaj, de régóta, de vágytam már. Tehát igen, ez a korosztály az, aki tulajdonképpen nagyon szeret jönni. Egyetlen lehetőség van itt óvárosban, de városból is jönnek sokan, akik már el is költöztek, városiak lettek, és vágynak erre a kis hétfő délutáni találkozásra, örülnek egymásnak. Az egyik kis klubtagunk úgy jött, hogy jó, de boldog vagyok, hogy na, láthatlak benneteket. Mindenki örül, mindenki beszélget, hogy mi történt a nyáron. Hát ugye azért idősebbek vagyunk, van akinél betegség van, akkor azt is megbeszéljük, de azt is megbeszéljük, hogy ki hol volt nyaralni, hogy történt, mi történt a nyár, hogy telt el. Tehát igen, mint egy család, úgy vagyunk itt. Mindenkit körbe puszítunk, vagyis puszítam, mert most várom a férjem, mert elkerültük egymást, de alig vártam. Ez most itt olyan, mint egy nagy család, szeretettel várjuk, hogy találkozzunk, és reméljük, hogy így is marad. Még egy kicsit a 70-en felül, legalább még 20 évig. Örülünk, hogy együtt vagyunk, nyáron volt, mindenki szőlőbe volt, meg dolgoztak, meg nyaraltak, és akkor meg ki hogyan van, megbeszéljük egymással. A Pentelen Nyugdíjas Klub tagjai hagyományaikhoz hűen a negyedéves név és születésnapokat is megtartották. Ilyenkor virággal és csokoládéval köszöntik egymást. A klubház következő rendezvénye egy nótaest lesz szombaton.
Egy decemberi szünnapot dolgozott le múlt szombaton a Petőfi iskola. A tanítási nap részeként egy család és sportos délelőttöt tartottak a diákoknak. Nagy volt a nyüzsgés szombaton délelőtt a Petőfi Sándor általános iskolában. Az intézmény valamennyi tanulóját, alsósokat és felsősöket egyaránt egy játékos programra hívta szüleikkel egyetemben. Egy decemberi szünnapot kellett ledolgozniuk a diákoknak múlt szombaton, az iskola vezetése pedig úgy döntött, erre időzítik egyik hagyományos szabadidős programjukat. Ez egy családi és sportnap, minden évben hagyomány szerint megrendezzük ezt a jambolit, vagy ezt az eseményt, ahogy említetted. Az a célunk elsődlegesen, hogy egy tartalmas, hasznos, mozgással együtt járó programot biztosítsunk a gyerekeknek, kicsit titkolva kivívja őket a számítógépeknek a világából, és egy olyan élményhez juttatni, ami valami több, valami más, és ami egy kicsit tartalmasabbá teszi az életüket. Az iskola sikerrel pályázott korábban az önkormányzat egyik kiírására, amelyel támogatást nyertek a program megvalósítására. A sportnapon béreltek ugrálóvárat, illetve játékos szumóbirkózó jelmezeket, de ezen kívül ügyességi sorversenyek, labdázás is várt a fiatalokra. Több állomást alakítottak ki, egy bizonyos téma, tematika köré építve. Ezt most megfejeltük egy ilyen történelmi nyomozással is a mai napon, tehát egy kis titkos tanulás is zajlik ki a játék keretén belül, mert amikor a különböző állomásokat a gyerekek végrehajtják, kapnak egy-egy kis morzsát egy történelmi személynek az életéről, lehetőleg olyat, amit azért nem tudnak kiolvasni a történelmi könyvekből és egyéb más helyekről. A feladványok közé érdekes információkat csempésztek be, például Mátyás királyról, vagy éppen Kinizsi Páról. Olyan tudnivalókat, amelyekre nem lehetett csak úgy egyszerűen rákeresni az interneten. Tök jó ez a rendezvény, nekem a tenisz tetszett. Nekem a söprögető, mert az ilyen ugrálóvár is. Nekem az nagyon tetszett. Nekem nagyon tetszik, az a foci volt a kedvencem, meg a sok. A családi sportnap jó hangulatban telt, volt tombola sorsolás is, amelyen többek között sportfelszereléseket nyerhettek a diákok. A következő lépés pedig a fecskeavató lesz. Az elsőseink szeretnénk, hogyha méltó keretek között lennének igazán elsősök, és a negyedikesek szervezésében egy ilyen kis beavató műsoron vesznek részt, ahol természetesen ők is szerepelnek, a szülők szintén eljöhetnek, mert hát valahol ez a pedagógus, szülő és gyermek háromszögét igyekszünk erősíteni. A tanév rendje szerint hamarosan itt az őszi szünet is, amelyet október 26-ától november 3-áig tartanak. A Carpe Diem alapítvány létrehozott korábban egy kistérségi turisztikai kiadványt. Ezt felajánlották a Rudas Középiskola számára annak érdekében, hogy a turisztikai ágazaton tanuló fiatalok hasznosíthassák és továbbfejleszthessék. Egy ajándékozási szerződés ünnepélyes aláírására került sor múlt pénteken a Rudas Közgazdasági Szakgimnáziumban. Az esemény apropóját az adta alapul, hogy a Carpe Diem rekreációs és általános képzési alapítvány egy pályázat által létrehozott korábban egy turisztikai kiadványt. Végigjártuk a településeket, és a településeken ezeket a kincseket összeszedtük egy-egy füzetbe, és ennek az lenne a motorja majd, hogy túraútvonalakon azokat a vendégeket vigyük el, akik kíváncsiak mondjuk csak a templomokra. De milyen érdekes, elvinném a templomokra, akár arra Belion és a többi Iváncsa egyebek, de mégis úgy hoznám őket vissza, hogy biztos, hogy Iváncsán megállnék, és megkóstoltatnám velük valamelyik gasztronómiai értékességet, például az iváncsai pompost. A kiadvány célja elsősorban az, hogy bemutassa szűkebb térségünk, például Rácalmás, Kulcs, Adony, Iváncsa turisztikai látnivalóit. A turisták a kirándulók elé tárja a kistérség nyújtotta értékeket, legyen az egy építészeti nevezetesség vagy gasztronómiai különlegesség. Egy jó idegenforgalmi turisztikai szervező ezen a vonalon, ha elindul, akkor nagyon sok mindent tudna tenni a turistákért. És nem csak azok a turisták, akik jönnek néhány száz kilométerről, hanem azt gondolom, hogy az itt lakó embereket is meg kellene szólítani Dunaújvárosba, Rácalmásról, gyertek, nézzük már meg, hogy ebben a térségben
milyen templomok vannak, milyen haranglábak vannak, miért mondják azt Iváncsai Pomposnak, miért mondják azt Ökös Mákosnak Rácsalmáson. Tehát, hogy ez azt gondolom egy kincs. A Rudas Középiskolában több éve működik a turisztikai szakmai ágazat. Dóka Marian, akinek személyes kötődése is van az iskolához, hiszen ő is itt töltötte pedagógusi pályájának jelentős részét, megkereste az intézményt az ajándékozás kezdeményezésével. Itt vannak a fiatalok. A fiataloknak kell ezt életre kelteni. Ők belevihetik azt a kedvességet, lazaságot, szervezőkészséget, ami az ő energiájukba, tudásukba benne van, informatika, kommunikáció és egyéb. Ezért hoztam ide. Szeretném, hogyha ők tanulnák, életre keltenék és működtetnék ezt az egészet. A cél az, hogy a turisztikai kiadványt hasznosítsák, feldolgozzák tanulmányaik során a fiatalok, és megtöltsék, bővítsék új tartalommal. Hát nagyon nagy rendező az élet, ahogy szokták mondani, hiszen néhány perccel ezelőtt fejeződött be egyik kollégánk, Horváth Csaba tanár úrnak a mester minősítése, és az ő mester programjának is egyik eleme a turizmus megismertetése a tanulókkal. Tehát tulajdonképpen itt a két oldal egymástól függetlenül, de mégis ugyanabba az irányba gondolkodott, úgyhogy készen állunk, fogadókészek vagyunk, mind szakmailag, mind pedig a képzési programunkkal ennek a nagyszerű anyagnak az átvételére. Az ajándékozási szerződés ünnepélyes aláírásán jelen volt Pocsainé Varga Veronika, a Dunajvárosi Szakképzési Centrum főigazgatója is, aki gratulált a Rudasnak, hogy megragadta és hasznosítani is tudja ezt a lehetőséget. Hozzátette, ez a kiadvány már régóta egy hiányzó elem volt abból a szempontból, hogy összefogja, ezáltal pedig megismerhetjük szűkebb környezetünk szépségeit, értékeit. A mostani tanév az ünnepjegyében fog telni a Dózsa iskolában. Rengeteg kisebb és nagyobb programmal készülnek a jelenlegi és az egykori diákok számára. Idén ünnepelheti a Dózsa György általános iskola fennállásának 40. évfordulóját. Ez alkalomból több rendezvénnyel is színesítik a tanévet. Rendhagyó lesz például a november 18-ai elsős avató is. Az első ilyen nagy programunk, rendezvényünk, amit úgy gondoltuk, hogy a jubileumi egyében szervezünk meg, az elsős avatás lesz. Arra gondoltunk, hogy azokat a kisdiákokat, akik 79. szeptember 1-én kezdték az első osztályt, most már mind felnőttek, meghívnánk, és ők avatnák fel a mi mostani elsőseinket, akik 40 évvel később kezdték itt az iskolában a iskolai életüket. 1979-ben két osztályi elsős kezdte meg a tanulmányait a Dózsa iskolában, akik 1987-ben végeztek. Őket várják az elsős avatóra, hogy feltűzzék az iskola jelképét, a kék nyakkendőt a fiatalokra, ezzel dózsás diákká fogadva őket. Mint azt az igazgatónő elmondta, rengeteg program lesz még a tanév során. Lesz egy jubileumi szülőtanárbálunk, ahova szeretettel várjuk a szülőket, illetve pedagógusainkat, vagy esetlegesen a régi pedagógusokat, szülőket. És természetes módon az ebben a tanévben egy nagy jubileum gálát is szeretnénk rendezni, ahogy a 30-as évfordulónkra is megtettük. És a tanévet pedig egy rendhagyó gyermeknappal szeretnénk zárni, ami tulajdonképpen egy dzsembori lenne lent a Szalki-szigeten, ahol nagyon-nagyon sok programot és a szülőket is várnánk erre a rendezvényre. Ezen nagyobb programok mellett kisebb közösségi akciókat is szervez az iskola vezetése. Az egyik ilyen apró dolog lesz, jövő héten kapcsolódtunk a 10 millió fa ültetésébe, tehát a jövő héten hétfőn és kedden 40 fát fogunk elültetni a 40 éves iskola jegyében. Felvettük a kapcsolatot a dálnoki Dózsa György általános iskolába, hiszen Dózsa György ott született, úgyhogy velük is egy közös programot 40 év jegyében rajzversenyt hirdetünk meg. Megpróbálunk egy retro osztálytermet összeállítani az aulában, hogy a gyerekek lássák, hogy milyen volt 40 évvel ezelőtt az iskolai élet, és hát emellett még számtalan sok kis apró programot is tervezünk, illetve hát minden programot a jubileum jegyében, tehát jubileum köré fogunk építeni. A legközelebbi program tehát egy faültetési akció lesz a Kádárvölgyben. Az iskola 30 osztálya, valamint a pedagógusok összesen 40 facsemetét ültetnek el hétfőn. A kenyér világnapja alkalmából október 17-én csütörtökön kenyeret sütöttek a gárdonyis diákok a Széchenyi Pékség jóvoltából. A nap során minden osztályközösség részt vett a saját cipójának elkészítésében, majd kisütésében. Az esemény célja az volt, hogy a tanulók megismerkedjenek a pékek munkájával. A frissen sült cipót kóstolják a Gárdonyi Géza általános iskola diákjai. A Széchenyi Pékség jóvoltából ugyanis a gyerekek elkészíthették saját kenyerüket. Az akció az október 16-ai kenyérvilágnapja alkalmából valósult meg, egyik célja pedig a pék szakma népszerűsítése volt.
Engem nagyon érdekel. Én nagyon ezt szeretem is, az ilyen szakmákat, mivel szerintem ilyen kis cukik, meg nagyon nagy élmény másoknak is adni ilyen finomságokat. Hát szerintem igazán érdekes lehet egész nap különböző kenyereken kísérletezni. Október 16-a a kenyérvilágnapja. Ebből a célból a két iskolában veszünk részt, gyerekeknek mutatjuk be a kenyérsütés folyamatát. Tehát a Móricz iskolában voltunk, ma a Gárdonyba jöttünk. Illetve egyik fő szempont, hogy találjunk olyan gyereket, aki esetleg végig szeretne lenni, megtetszik neki ez a szakma ezáltal, hogy most hogy itt vagyunk. A jó kenyértitka a megfelelő kovászban rejlik, amelynek fortéjait már Füredi Gábor mesterpék ismertette. Bent az üzemben előre dolgoztunk, hogy könnyítsük a folyamatot, de én is nagyon régi öreg pékektől tanultam, a kenyérnek a lelke a kovász. A kovász lehet 14-16 órát érelni, és onnantól indítjuk el a folyamatát a kenyérnek. Kell liszt, só, élesztő, víz, természetesen a kovászra egybevéve bedagasztunk egy tésztát, 45 percig élelni hagyjuk bent az üzemben, és utána feldolgozzuk. Feldolgozás után 40-45 percet keresztjük, és utána kisítjük a terméket, ami termék súlyától függ, lehet fél órától egy óráig. Változó paragrafusba sülnek ki a kenyerek, tömegtől függően, és utána kerülnek ki a mintaboltjainkban. Nagyon sok fajta kenyérrel készültünk, hát most fejben nem tudom tartani. A diós bodzás, a vörös áfonyás, a teljes kiörlési kenyerek több változata, purpur kenyér, dunajvárosi kenyér, amit nem szabad elhanyagolni, amiben a kitalálásához nagyon sok közöm van. Ez is egy ilyen kovászos burgonyás kenyér. Sima házi fehér kenyerekkel, ami a közkedvelt dolgok. Vincellér kenyér, gyerekeknek külön hagymás, fokhagymás, fűszeres, zöldséges, nagyon sok fajta kenyérrel, nem tudom fejbe tartani. Diós bodzás, áfonyás vagy teljes kiürlésű, a közkedvelt házi fehér és a vincellér kenyerek mellett csak néhány abból a kínálatból, amelyekkel készültek a gyerekek számára, akik részéről nagy volt az érdeklődés. Nagy örömmel fogadtak a gyerekek, tetszett nekik az egész kenyérsütés folyamata. Közösen sütöttük meg a kenyeret, amit hazavittek, otthon ették meg, illetve hoztunk nagyon sokfajta kenyeret, főleg inkább egészségesebb kenyereket hoztunk a rendezvényre. Mindenféle magvas kenyeret, teljes kérésű kenyereket, illetve elhoztuk dunajos kenyeret is egy óriás változatba, amit a nap végén itt fel fogunk vágni, és a gyerekek közösen fogják megenni. A nap legfőbb célja, hogy bemutassa a világ legfontosabb élelmezési cikkének, az életfontosságú ásványi anyagokat tartalmazó kenyérnek a jelentőségét. A svájci székhelyű Pékek Világszövetsége 2001-es kongresszusán döntött úgy, hogy október 16-a legyen a kenyérvilágnapja. Napokon át a színjátszás és dráma világába kalauzolták a gyerekeket a Széchenyi Gimnázium pedagógusai, akik tematikus témahét részeként ismertették meg szélesebb vonatkozásban a színjátszás világával a téma iránt érdeklődő nebulókat. Rendhagyó témahetet tartottak a Széchenyi Gimnáziumban, ahol a tánc és dráma tantárgy oktatásához kapcsolódóan különböző feladatok és programok voltak a középiskolában. Az iskolán két évvel ezelőtt a Színművészeti Egyetemmel kötött egy szerződést, aminek keretében a dráma tantárgy pedagógiai módszertanának a megújításáról van szó, és ezt folyamatosan csináljuk. Ennek keretében kerülhetett sor erre a témahétre, és így egész héten, sőt már a múlt héten is programok vannak. Az elmúlt héten például olyan dráma foglalkozásokat tartottak diákoknak, ami valamilyen regényből, műből vagy problémából indult ki, és ennek részeként valamilyen színházi darab tovább gondolására is sor kerülhetett. Győrből érkezett egy a Rév nevű csoport, aki két osztálynak tartott előadást. Hétfőn folytatódott a Színművészeti Egyetem két hallgatója jött ide, és ők a szín, tehát a színpadi elemekkel, meg a különböző ilyen összeszokásos tréningekkel ismertették meg a színjátszókat, és ez egy egész napos tréning volt. Tegnap voltunk a Bajor Gizi Színész Múzeumban, ahol tárlatvezetés volt, illetve foglalkozás, és annak keretében, hogy ott a
a kiállítás során van a Vízkereszt Shakespeare darabhoz kapcsolódóan nagyon sok minden. Választottuk a Vízkeresztet a mai előadásnak a témájául. Ez van ma, és a holnapi napon pedig tanároknak lesz szakmai program egész délután. Színjáték címet kapta a szerdai program a Széchenyi Gimnáziumban, ahova Fejér megye, Tolna megye, Bács-Kiskun megye iskoláiból is érkeztek színjátszó csapatok, akik egy verseny keretében zsűri előtt mutattak be egy-egy részletet a Shakespeare Vízkereszt, vagy Amit akartok című művéből. 9 csapat nevezett a mai versenyre, 4-5 fős csapatokkal indulhatnak. Tegnap ennek már megvolt a bevezetése, előzménye a Bajor Gizi Múzeumban. A Vízkeresztről nagyon sok információt, illetve a Globe-ról, a reneszánsz színjátszásról kaptak információt, és a mai napon ezt gyakorlatban fogják megvalósítani. Mindenféle kelléket, amit kikészítettünk nekik, leplet, hangszereket, arcfestést, bármit használhatnak, illetve egyéni színpadi megoldásokkal is élhetnek. A darabot 9 részre osztottuk tematikailag, hogy a szál jól nyomon követhető legyen, csapatok kihúzták, és annak megfelelően egy 5-10 perces jelenetben fogják ezt feldolgozni számunkra. A Széchenyi Gimiből induló különböző évfolyamokból verbuválódott 6 csapatot és a többi résztvevőt egy 3-tagú zsűri musnázta, a cselekményvezetés, karakterformálás és az ötletesség szempontjait figyelembe véve. A zsűri tagjai az igazgató helyettes Szücsné tanárnő, illetve a diákok képviseletében, a színjátszó képviseletében lesz itt valaki, illetve egy végzős hallgatónk. A verseny jutalmazásában nagy részt vállalt a Bartók Kamara Színház is, amelynek jóvoltából az első 3 helyezett csapat színházi éggyel gazdagodott. Csütörtökön a Magyar Kupa részeként fogadta a Duna Feres röplabda csapata a Szolnok Gerdáját a sportcsarnokban. Az oda-visszavágós összecsapás első felvonását a mieink nyerték meg. Néhány nap leforgása alatt már másodszor találkozott egymással a Dunafer és a Szolnok röplabda csapata. Múlt vasárnap a bajnokság soron következő fordulójában mérték össze erejüket, a meccset akkor a mieink nyerték. Csütörtökön aztán a Magyar Kupa 8-ad döntőjének első mérkőzését rendezték meg a sportcsarnokban. Gulyás Ferenc, a szolnokiak vezetőedzője vázolta, sajnos már a vasárnapi meccsen sérülés miatt 2 kulcsjátékosuk is hiányzott. Természetesen tisztában voltam a Dunajvárosnak a erejével, tudtuk ugye, hogy jól igazoltak, erős csapat lesz, de ettől függetlenül ugye megpróbáltunk mindent megtenni annak érdekében, hogy minél jobb eredményt érjünk el. Nagyon nehéz úgy akár felkészülni, akár úgy a mérkőzésen is, hogy van 5 centerem és van 1 szélső ütöm igazából. Ugye akivel helyettesítettük, ugye a Tarszabit, Galovisz Laci, ő is igazából napi 14 órát dolgozik és teljesen abban szintén röplabdázik. Örültem annak, hogy segíteni tudott nekünk. Úgyhogy most jelenleg ilyen állapotok uralkodnak nálunk. Ahogy azt a Manóczi Tibor, a Dunajvárosi röplabdázók vezetőedzője elmondta, bár a vasárnapi győzelem magabiztosságot adott, viszont ugyanolyan komolysággal álltak neki a kupa mérkőzésnek is. Kértem a srácokat, hogy egyáltalán ne bízzuk el magunkat az előző mérkőzés alapján. Az ellenfél nem játszott valami jól, mi önmagunkhoz képest szerintem elég magabiztosak voltunk, és ugye ezt a formát kellett átmenteni ide. Jól kezdett a Dunafer, hiszen hamar elléptek a fiúk 3 ponttal, és ezt meg is tudták tartani. 9-4-nél időt kért a vendégek edzője, rendezték soraikat, és 9-8-ra fordítottak az álláson. Erre volt válasza a mieinknek, és 25-21-re be is húzták a szettet. A második felvonást is a dunajvárosiak kezdték pont erősebben, végig vezetve sikerült 25-17-es állással bezsebelni ezt a szettet is. A végjáték szorosan indult, és felváltva szerezték pontjaikat a csapatok, ám ezúttal is a Dunafer örülhetett a 25-21-es szett sikernek, ezzel együtt pedig a 3-0-ás győzelemnek. Kicsit hullámzó volt, én azt gondolom, nagyon sok nyitáshibával, ami nem jellemezte ugye az előző mérkőzést, de nem baj, próbáltuk tartani a mi játékunkat és a mi elképzeléseinket. Úgyhogy igen, voltak problémáink, inkább kettes helyen való támadások hiányoztak, de azt gondolom, hogy a csapat ezt kikompenzálta azzal, hogy a többi poszton tudtunk támadni rendesen, valamint én azt gondolom, hogy a nyitásfogadásunk stabilabb volt, mint az ellenfelé. Mint ez Gulyás Ferenc elmondta, a hiányzók miatt azt kérte a fiúktól, játszanak bátran, élvezzék a játékot, próbálják a legtöbb pontot összegyűjteni, hogy emelt fővel tudjanak távozni. Ami a mai mérkőzéssel igazából a problémám volt,
az az, hogy a Boa Szabink, ugye, aki egyik most ebben a csapatban ugyan egy fiatalabb játékosok közé tartozik, viszont a legerőteljesebb játékosunk. A második szettől elkezdett hisztizni, ugye, mert nem úgy jöttek össze a dolgok, ugye természetesen ugye a Dunajváros látta és összeállt rá, és megfogta, és nem tudott úgy támadni, azt elgondolta. Nem is hiába hoztam le, tettem helyette be egy centert, aztán játszunk. Sajnos ezek a gyerekek még fiatalok, vagy nem sajnos, hál' Istennek fiatalok, viszont tehetséges játékosok. Úgyhogy nem csak edzők vagyunk, hanem igazából pszichológusok is. Úgyhogy megpróbáljuk ezeket a fiúkat rendbe rakni, hogy minél jobb teljesítményt nyújtsanak. A magyar kupabeli összecsapás oda-vissza vágós, de hát most előnyben várják a folytatást a dunaferesek. A visszavágó várhatóan november közepén lesz. Vasárnap viszont folytatják a bajnoki sorozatot, ahol igen kemény ellenfél a Pénzügyőr vár a dunaivárosiakra. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!